Május 22-e a Madarak és Fák napja. Ez alkalomból természet, környezetvédelmi, terepi vetélkedőt szervezett a Zöld Kerekasztal Társaság diákok részére. A verseny után a Sóstó homokbánya élőhely tanösvényt mutatták be a gyerekeknek. A Sóstó kiserdő adott ennek helyszínt, részben azért, mert szeretnénk ezt a területnek prioritást adni, elsőbséget adni, részben azért, mert a Székesfehérvár belterületén levő természetvédelmi terület, ez egy gyöngyszem, ez egy ritkaság. Hát a mai Madarak és Fák napja, mint minden évben általában az általános iskolások, illetve a középiskoláknak szervezünk. Természetesen a nagy közönséget is, tehát a más érdeklődőket is szívesen várjuk. Majd pedig utána, ami a még a legfontosabb az iskolások számára, egy terepi vetélkedőt is tartunk ezen a csodás kis élőhelyi tanösvényen. A Madarak és Fák napja arra csábítja az embert, hogy kimenjünk a természetbe. Az idén kivételesen a fákra helyezték a hangsúlyt. Az erdőket alkotó fák szerepe óriási a világméretű környezeti válság lelassításában. Fontos szerepet szánunk éppen ezért Fehérvár belterületén is és a megyében is. Az összes olyan erdők, ami igazából oxigéngyárként működik.